kollégámmal együtt itt állunk a helyi művelődési ház előtt, Pekli Erikával, a művelődési ház vezetőjével, és a kollégám mindjárt megkérdezi, hogy ki vagyok én, és hogy vannak-e társaim itt ebben a dobozban, ami mögöttem látható. Nyitnak a művelődési házak, a kulturális élet. Ezek a figurák hogy kerülnek a képbe? Mindenkit üdvözlök. Herceghalomban vagyunk, ez a Kulturális Egyházi Központ. Idén lesz lehetőség, hogy benépesüljön az a kis meseszínház, ami a kemence mellett felépült. Új bábok kerülnek Herceghalomba, ezeket Antoni Rozi iparművész készítette, nagyon helyes kis figurák, gyereknapra már készült is belőlük egy pici kis előadás, amit láthattak a herceghalmi lakosok online, mert sajnos idén még csak így rendeztük meg a gyereknapot. Nagyon örülünk a nyitásnak, amit végre június 2-án a kórus próbával kezdünk, és ugyanezen a napon eljönnek a kézművesek is, úgyhogy horgolás, hímzés, már minden beindul, persze a védettséget igazoló kártyával, ez még a beltérben. A kültéren már ugye látszik, hogy a fiatalok elfoglalták a területet, tehát az óvodások, iskolások kint vannak, nagy sétálások, kávézások, tehát működik minden. Szeretném a szabadtéri koncertet is megcsinálni, amit két évvel ezelőtt volt egy nagyon jó hangulatú, hogyha lehetőség van rá, elképzelhető, hogy körbekerítjük egy kordonszallaggal, és itt is csak védettségi igazolvánnyal jönnek be majd akik szeretnék ezt megtekinteni, de ha egy kicsit későbbre sikerül rakni, amikor már feloldás van, abszolút, akkor természetesen sokkal többen tudják látogatni. Nagyon jó fekvése van a Kulturális Egyházi Központnak, egy gyönyörű park veszi körül. Közel van a kemence, amihez szintén különböző rendezvényeink kapcsolódnak, ilyen például augusztus 20-án az új kenyér ünnepén kenyeret gyúratok be, 40 kilót, és a herceghalmi lakosok, főleg gyerekek, megformázzák saját kis cipójukat, és megsütjük a kemencébe, ez nagyon jól szokott sikerülni. És most ez ki tud egészülni, ugye báb előadással. Azt tervezem, hogy nem profi bábosokat hívok, hanem ezeket a bábokat úgymond kölcsön adjuk a herceghalmi lakosoknak, és egy kis felhívást intézek, hogy mindenki csináljon saját kis előadást, és ezt rakják föl a Facebookra. Az iskolával közösen tervezzük, hogy készítünk bábokat is ezekhez a bábokhoz, és lesz talán egy báb csoportunk, ami majd talán kinövi magát egy igazi nagy báb előadás elkészítésére. Sok olyan foglalkozásunk volt, ami elmaradt, és ezeket szeretnénk pótolni, és újakat is indítunk. Ezek lennének a játéksarok. A nyugdíjasok és az idősebb korosztály szeretne összejönni valahol, és ezért gondoltam, hogy a Kulturális Egyház Központ adna helyet nekik, hogy játszanak, kártyázzanak, beszélgessenek, tehát tényleg egy közösségi összejövetel lenne. Valamint terveztem egy retro diafilm vetítést a kicsiknek, tehát a mai világban egész más hangulata van, amikor pörög a diafilm, és egy felolvasással nézik végig a képkockákat. Elmaradt sajnos a tavaly Fabók Mancsinak a felnőtteknek szóló báb előadása, remélhetőleg ezt idén már meg tudjuk csinálni. Sok civil szervezetnek ad helyet a Kulturális Egyházközpont gyűlésekre, különböző kis rendezvényeikre, és várjuk őket is. Most még egy kis megkötés van, mert az oltásra a regisztráció itt történik. Tehát a kiállításokat is, amiket tervezek, csak olyanokat tudok, amit vitrínbe rakunk, hogy ugye azok jönnek ide regisztrálni, akik még nem kapták meg az oltást, hogy minden biztonságos legyen. Úgyhogy beindul az élet, nagyon örülünk neki, és nagyon várjuk.